Őri László leadta az ajánlóíveket. A Baranyavár megyei önkormányzat elnöke szerint az a cél, hogy megőrizzük Baranya békéjét és biztonságát, amely a fejlődés záloga. A mai napon a pártok közül a Fidesznek és a KDNP-nek sikerült leadni a Baranyavár megyei önkormányzati listaállításhoz szükséges aláírások többszörösét. Szeretném innen is megköszönni Baranyavár megye nagy közösségének azt az összefogást, amelyen rekordidő alatt sikerült összegyűjteni ezeket az aláírásokat. Ez mindenképpen komoly erőt és biztatást jelent. A vármegyei elnök emlékeztetett, hogy Navracsis Tibor miniszter néhány hete járt Baranyában, és hitettett arra, hogy a következő évek fejlesztési politikája fókuszába Dél-Dunántúl és ezen belül Baranya kerül. Végre mi Baranyában élők úgy érezzük, hogy rajtunk a sor. Ez ránk is fér, hogy nagyobb figyelmet kapjunk, hiszen sajnos Baranya a rendszerváltás vesztesei közé tartozik. Azonban az elmúlt években a kormányzattal partnerségbe sikerült a vármegye bezártságát jelentős mértékben csökkenteni, amely egyébként az elmaradottságnak, a nehéz körülményeknek jelentős részben az oka volt. Gondoljunk csak arra, hogy gőzerővel zajlik a mohácsi közforgalmi kikötő építése, gyakorlatilag elkészült az M6-os autópálya országhatárig tartó szakasza, illetve a Pogányi repülőtér állami tulajdonba vételével elindult a repülőtér fejlesztésének is tulajdonképpen a nulladik lépése, vagy az első lépése, és nagyon bízunk benne, hogy tovább tudunk menni a Baranyát, Pécset és a Somogyi megyeszékhelyet összekötő négysávos út tervezése is előkészítés alatt van. Ezek mind fontos lépések, hangsúlyozta az elnök. Hozzátette, az a cél, hogy a következő éveknek, évtizedeknek Baranya a nyertese legyen. Ehhez viszont arra van szükség, hogy Magyarországon is és Baranyában is a béke és a biztonság az adottság legyen, hiszen csak békében és biztonságban van lehetőség fejlődésre. Úgyhogy a Fidesz és a KDNP a baranyai emberek számára a béke és a biztonság megtartását és a fejlődés lehetőségét kínálja a júniusi önkormányzati választásokra.